Megújuló energiaforrások felhasználására nyert pénzt Székelyudvarhely. A polgármesteri hivatal sikerrel pályázott a dél-kelet-európai transznacionális együttműködési program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapnál. Bunta Levente polgármester ma írta alá a Város és a Regionális Fejlesztési Minisztérium közötti társfinanszírozási szerződést, melynek lényege, hogy a minisztérium a pályázat összegének 13%-át biztosítsa. A pályázat teljes költségvetése 164.500 euró, ami az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól kapott összegből, valamint a Regionális Fejlesztési Minisztériumtól kapott pénzből és a 2%-os önrészből tevődik össze. A pályázat vállalásaiban fontos tényező a Székelyudvarhelyen megépülő, a fűtés költségeinek jelentős csökkenését eredményező hőerőmű megépítése, valamint más alternatív energiaforrások, például napenergia felhasználása. Több külföldi partnere is van ebben a projektben Székelyudvarhelynek, amelynek során többek között tanulmányok készülnek a helyi megújuló energiaforrásokról, vagy akár kis beruházásokat hoznak létre helyi szinten az erdőgazdálkodásból és erdőtisztításból származó fahulladék optimális hasznosítására.